Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Zajlanak az egyeztetések, a tudásközpont berendezése az önkormányzat feladata. Részegen vezetett, a leszakadt lökhárító maradt a rendszámtábla buktatta le a sofőrt. Sokadszor bukott le, egymás után háromszor kapták ittas vezetésen a férfit. Bejutott a Nemzetközi Diák Olimpiára egy bonyhádi tanuló, angol nyelven kell számot adni a tudásáról. Már hónapok óta folynak az előkészítő egyeztetések a Szekszárdi Tudásközpont berendezésének beszerzéséről, a Tolna megyei levéltár, a Tolna megyei I.S. Gyula könyvtár, valamint a Szekszárdi önkormányzat között. Dr. Bíró Gyula aljegyző úgy fogalmazott, a csaknem 650 millió forintos eszközbeszerzés rendkívül összetett és komplikált lesz. Azonban a legfőbb cél, hogy jövő őszre minden a helyére kerüljön. A Tolna megyei levéltár, a Szekszárdi önkormányzat és a Tolna megyei I.S. Gyula könyvtár között folyamatosan zajlanak a tudásközpont eszközbeszerzését érintő konzultációk. Liphauser János, a könyvtár igazgatója szerint az építkezés rendkívül előre haladott állapotban van, jövő áprilisra el is készülhet. Addig is a levéltárral meg kell egyezniük a közös üzemeltetés részleteiről, ami szintén ezen találkozók feladata az ingóságok beszerzésén túl. Hozzátette, a jövőben rengeteg olyan szolgáltatást tudnak megvalósítani az új épületben, amelyekre eddig helyhiány miatt nem volt lehetőségük. Nagyon fontos különbség az, hogy azok a fajta közösségteremtő szolgáltatások, amit a könyvtárak természetesen végeznek, rengeteg klubunk, olvasókörünk, különböző foglalkozások és rendezvények, amiket a könyvtár nagyon fontosként termel, arra teljesen alkalmatlan épületben voltunk, nem volt olyan termünk, ahol egyszerre több mint 40 ember el tudott volna férni. Ebben az épületben lesz. Váradi Zoltán, a levéltár megyei igazgatója elmondta, hogy a tudásközpont megépülésével jelentős távlatok nyílnak meg előttük. Többek között az épület a vármegyeházával ellentétben alkalmas lesz egy modern levéltár üzemeltetésére. A levéltáros szakma a legutóbbi néhány esztendőben erőteljesen a súlypontját átjelzte a közigazgatásra. Ami azt jelenti, hogy nem csak kutatókat fogadunk, nem csak kutatószolgálatot irányítunk, hanem megkereséseink vannak, mint egy hivatalban általában, tehát ügyfélszolgáltat tartunk, és ilyen szempontból azt hiszem, hogy az új épület sokkal inkább nyújt lehetőséget erre, mint a korábbi. Dr. Bíró Gyula aljegyző a beszerzésről elmondta, hogy rendkívül szerteágazó és bonyolult lesz, mert sokféle eszközről kell gondoskodni. Az önkormányzatnak a feladata ebben tekintetben a durván 650 millió forint összeget elérő eszközbeszerzés, ami a könyvtár részére és a levéltár részére is történik. Jövő őszre tervezik a tudásközpont megnyitását, a cél, hogy addigra minden a helyére kerüljön. Egy 28 éves bajai férfit állított elő a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, miután kiderült, hogy a férfi ittasan ült a volán mögé. Az elkövető a gépjárművével egy szalagkorlátnak csapódott az 56-os úton, ahol leszakadt az autó lökhárítója. A helyszínt és a rendszám táblát hátra hagyva hajtott tovább. A vétkes sofőr 2021 óta el van tiltva a vezetéstől, és nem ez volt az első szabálysértése sem. Ez a leszakadt lökhárító buktatta le azt a 28 éves bajai férfit, aki részegen egy szalagkorlátnak csapódott. Az ütközés után elhagyta a helyszínt, de arra nem gondolt, hogy a lökhárítón lévő rendszámtábla alapján a rendőrök ráakadhatnak a nyomára. Komlósi Néki Sanett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője úgy nyilatkozott, a bajai rendőröknek rövid időn belül sikerült elfogniuk a férfit. Kedden délután vettek őrizetbe kollégáim egy 28 éves bajai férfit, aki azt megelőzően nem sokkal az 56-os számú főúton okozott anyagi káros balesetet. Ekkor a férfi elhagyta a helyszínt, azonban a szalagkorlátnál hagyta az autójának a lökhárítóját rajta a rendszámával. Kollégáimnak ezért nem volt nehéz dolguk, és a bajai rendőrök segítségével fél órán belül elfogták a 28 éves bajai férfit Baján. Majd hozzátette, az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi alkoholt fogyasztva ült a volán mögé. A dolgokat csak tetézte, hogy a sofőr már 2021 óta el van tiltva a vezetéstől, és nem ez volt az első olyan eset, ami miatt rendőrintézkedés folyt ellene. A férfit ezúttal azonban kihallgatását követően kollégáim nem engedték szabadon, rendőrségi fogdába szállították, és több bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indítottak és folytatnak vele szemben eljárást. Visszaesőként komoly büntetésre számíthat.
3041 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.888.906 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.024 főre emelkedett. 1500 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 48-an vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus a megjelenése óta folyamatosan gyengül, és egyre enyhébb megbetegedést okoz, ezért az a valószínű, hogy előbb-utóbb az influenzához hasonló időszakos vírussá válhat, mondta a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. Szlávik János hozzátette, úgy tűnik, hogy a koronavírus mutációiban főként a vírus szaporodási képessége módosul, vagyis egyre jobban terjed emberről emberre. Ezzel párhuzamosan azonban enyhül a fertőzés lefolyása is. A szakember az oltás fontosságáról beszélve kijelentette, ma már világos, hogy két oltás nem elegendő az Omikron vagy az alvariánsai ellen, tehát szükség van a harmadikra is. Kérdésre elmondta azt is, hogy a nyaralás előtt érdemes ellenőrizni a célországban érvényes járványügyi szabályokat, hiszen sok országban megkövetelik a két vagy három oltást. Hozzátette, nagyon sokan kaptak már oltást a világon, és sokan vannak azok is, akik átestek a betegségen, ami azt jelenti, hogy az újabb hullám már enyhébb lesz, mint az eddigiek. Nem csak a rendőrségnek, a bíróságnak is folyamatosan adnak munkát az ittas sofőrök. Szekszárdon néhány napja ítéltek el egy notórius visszaesőt. A sofőrt néhány hónap alatt harmadszor kapták el úgy, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt a volánhoz ült volna. Itt Tolnán állították meg a rendőrök az ittas férfit, miután pozitív értéket fújt a szondába, előállították a kapitányságra. A tesztet ott is megismételték, ami ismét azt mutatta, hogy alkoholt ivott, mielőtt a volánhoz ült. A férfi ügyében most hozott ítéletet a bíróság. A tárgyalóteremben kiderült, hogy korábban már más bűncselekményt is elkövetett, amiért most súlyosabb ítéletet kapott. A szekszárdi járásbíróság a vádlottat kettő bűncselekményben is bűnösnek mondta ki, ittas járművezetés vétségében és járművezetés hatája alatti eltiltás büntettében is. A bíróság ezért a vádlottat 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, továbbá eltiltotta a közúti járművek vezetésétől további 3 évre. A 29 éves eltiltás alatt ittasan vezető férfi így egyelőre megúszta a börtönt, azonban ha a következő években bármilyen apróságot elkövet, azonnal rácsok mögé kerül. A mostani ítélet kiszabásakor a bírónak mérlegelnie kellett, hogy a sofőr korábban már többször próbálkozott bizonyíthatóan ittasan vezetni. A büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott már kétszer is el volt ítélve ittas járművezetés vétsége miatt, mind a két esetben járművezetéstől eltiltás hatája alatt állt, tehát jogosítvánnyal egyáltalán nem rendelkezett, és ezt az újabb bűncselekményt az eltiltás hatája alatt követte el ittas állapotban. Az ítélet jogerőre emelkedett, mert azt az ügyész és a vádlott is elfogadták. Április 20-án kezdődött, és május 20-áig tart az óvodai, még április 21-én és 22-én kell elvégezni az általános iskolai beiratkozást Magyarország területén. Az oktatási hivatal közölte, minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. A legtöbb tankerület oldalán már közzétették az állami általános iskolákra vonatkozó beiratkozási szabályokat. Ezek szerint arra továbbra is lehetőség van, hogy a Kréta rendszer e-ügyintézési felületén beírják a személyes adatokat, de több iskola azt írja, idén személyesen is el kell menni a beiratkozásra, bemutatni a személyes dokumentumok eredetiét. Egy bonyhádi diák is tagja lesz annak a csapatnak, ami Magyarországot képviseli majd a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián. Az internacionális megmérettetést 1996 óta rendezik meg minden évben más-más országban. Idén Párizs került volna sorra, de a koronavírus járvány miatt csak online módon tartják meg a világversenyt. Második helyezést ért el Szekeres Panna, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákja a Hungeo Contest elnevezésű országos angol nyelvű földrajzversenyen. Ezzel bejutott abba a 4 tagú magyar csapatba, ami hazánkat képviseli majd a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián. Nagyon sokat készültem a versenyre, de nem gondoltam volna, hogy idáig el fogok igazából jutni.
úgyhogy meglepetésként ért. Az idén Párizs adott volna otthont a megmérettetésnek, de a koronavírus járvány miatt csak online módon rendezik meg a világversenyt. A 4-5 napos angol nyelven zajló próbatétel összesen 3 részből áll, melyek hangsúlya nem a földrajzi és topográfiai ismereteken, hanem sokkal inkább a kompetenciák és azok alkalmazásán van. Nagyon büszke vagyok rá, különösképpen azért, mert óriási munkát fektetett bele, hihetetlen volt az a szorgalom és az alázat, amivel így együtt dolgozott, és ahogy hozzáállt a munkához. A versenyt 1996 óta rendezik meg, a Bonyhádi Gimnáziumból eddig 5 alkalommal jutott ki diák a nemzetközi megmérettetésre. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ismét kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárol. A 10 és 36 hónap közötti életkorú kifogástalan egészségi állapotú ebek gazdái május 4-éig e-mailben küldhetnek előzetes ajánlatot a kutyavásárra. A kiképzők oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező transponder számmal vagy csippel ellátott kutyákat várnak, ivartól és fajtától függetlenül. A sikeres keresőkutya jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt. Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a kutya hívó nevét, fajtáját, ivarát és vételárát is. A hivatal ez alapján veszi fel a kapcsolatot azokkal az érdeklődőkkel, akiktől konkrét ajánlatot kér. Közel 100 000 euró vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek mikro, kis és középvállalkozások. Erről tartott online konferenciát a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet vállalkozás fejlesztési osztályvezetője elmondta, hogy a tender legfőbb célja a cégek versenyképességének növelése. Gyártó és szoftverfejlesztő vállalkozásoknak szervezett webináriumot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A konferencia témája a DigitBrain elnevezésű Európai Uniós támogatás volt, amelyet mikro, kis és középvállalkozások vehetnek igénybe. A pályázat gyakorlatilag egy vissza nem térítendő támogatás, csak nem 100 000 eurónak megfelelő összeget nyerhetnek el a pályázó vállalkozások, konzorciumban tudnak pályázni. A tender fő célja a gyártás optimalizálása, vagyis az elnyert forrást a működési hatékonyság és a versenyképesség növelésére fordíthatják a vállalkozások. A pályázat technológiai feltétele az úgynevezett digitális ikertestvér létrehozása, amely egy szimulációs program. Amit ki kell dolgozni, nyilván az adott pályázó vállalkozásnak a tevékenységéhez igazodóan. Ugye ez azt jelenti, hogy a gyártási folyamatot modellezi, és a valós gyártási környezetet imitálja, és tervezhetővé teszi, vagy láthatóvá teszi, például a karbantartási folyamatokat, azok időbeli ütemezését. Továbbá így a vállalkozás előre vetíthet bizonyos hibákat is, amelyekre a programnak köszönhetően az adott cég már fel tud készülni. A pályázatokat május 31-éig lehet benyújtani. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Negyed szerdai és országgyűlési képviselő átvette mandátumát Hoppál Péter. Kincs a pécsi gimnáziumban Liszt elfeledett, majd megtalált zongorája. Újra várják az érdeklődőket Balaton-Lellén, indul a 3. Kishegyi Kortyok és Falatok Fesztivál. Negyedszerre vehette át mandátumát Baranya megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Hoppá Péter ugyanis 22.898 szavazattal nyerte meg a választásokat. A politikus úgy fogalmazott, az eddigi évek munkája tovább folytatódik, a jövőben is hatékony együttműködésre számít a körzet 18 településének vezetőjével és a kormánnyal. Hivatalosan is átvette mandátumát Baranya 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Hoppá Péter elmondta, a választók akaratából Szili Katalin eddigi rekordját elértük. Immár nekem is egy listás és 4 egyéni, összesen 5 országgyűlési mandátumom van. A politikus 22.898 szavazattal nyerte meg az április 3-ai választásokat. A másik pécsi mandátum mellár, Tamás mandátum az kevesebb szavazatot érdemelt, így a szekszárdi és a kaposvári egyéni országosi mandátum is kevesebb szavazatból született meg, tehát nekem azt mondhatjuk, hogy a Balatontól délre fekvő
nagyvárosoknak a legnagyobb szavazatszámával adták meg a választók a bizalmat. A településekkel közös együttműködések, fejlesztések, illetve az eddig lefolytatott társadalompolitika felívelése mind kellett ahhoz, hogy újra mandátumot szerezzek, tette hozzá Hoppá Péter. Az elmúlt 4 év munkája pedig tovább folytatódik a körzet 18 településén. Arra készülök, hogy szoros kormányzati együttműködéssel itt a Baranyai térség, ami 2015 nagyon lezüllött és nagyon meggyengült infrastruktúrájában is és termelékenységében is, ennek a Baranyai térségnek a felíveltetését szolgáljam és tovább dolgozzam ennek érdekében. Az már most biztos, hogy Baranya 2. választókerületében 4 település is kiemelt kormányzati támogatásban részesül. Ezek Szemely, Orfű, Cserkút és Nagykozár. A jövőben további projektek megvalósításáért dolgozik majd a képviselő. Egy zenetörténeti érdekességet rejt a Pécsi Lővei Klára gimnázium, amiről már csak kevesen tudnak. Itt található ugyanis az a zongora, amin Liszt Ferenc adott koncertet 1846-ban. A hangszert sorozat számáról azonosították be, amit Bösendorfer gyár készített. A zongorát ma már nem lehet koncertképes állapotba hozni, de kultúrtörténeti értéke miatt fontos darab, amit a Pécsi gimnáziumban őriznek. Ez az a zongora, amin Liszt Ferenc adott több koncertet Pécsen. A hangszer ma a Lővei gimnáziumban található. Az ünnepelt zeneszerző és virtuóz zongorista 1846. október 25-én magyarországi turnéja során Szitovszky János pécsi püspök meghívására látogatott a Baranyai megyeszékhelyre. Liszt pécsi koncertjeit egy a gyártól kapott Bösendorfer zongorán adta. A koncertek után Szitovszky püspök megvásárolta a hangszert, majd odaajándékozta a miasszonyunk zárda akkor még csak épülőben lévő iskolájának. A hangszerről később megfeledkeztek. Amikor államosították az iskolát, akkor egy időre eltűnt, vagy hát nem tudták, hogy ez az a zongora. És a 80-as években dr. Szabó Szabolcs, akkori karnagy fedezte fel, hogy ez a zongora sorozatszám szerint is az a zongora, amelyen Liszt Ferenc koncertezett Pécsett. Sajnos ma már nem lehet koncertet adni ezen a zongorán, mint Liszt Ferenc idejében, mondja a tanárnő. Ha ezt tényleg olyan állapotba hoznák föl, hogy lehet rajta zongorázni, akkor is minden héten hangolni kellene, ugyanis bécsi mechanikás, ami azt jelenti, illetve bécsi mechanikás és fatőkés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag rendszeresen elhangolódik, és ezért nem lehetne olyan koncerteket adni, ami a mai közönségnek megfelelő lenne. Így egy muzeális érték a hangszer, ami egy zenetörténeti esemény részese volt. Ma egy tábla és egy fali kép emlékeztet arra a Lővei Gimnázium színháztermében, hogy ezen a zongorán adott koncertet a pécsieknek Liszt Ferenc 1846-ban. 2 év kihagyás után idén újra várja az érdeklődőket Balaton Lellén a 3. Kishegyi Kortyok és Falatok. A 2018-ban indult kezdeményezés már az első évben nagy sikert aratott. A cél az, hogy megismertessék és népszerűsítsék a balatoni borokat és vendéglátóhelyeket, akik különböző gasztronómiai fogásokkal készülnek a szombati eseményre. A Balatonlellei Kishegy szépségének bemutatása, a dél-balatoni borvidék borainak megismertetése és a helyiek felcsábítása volt az alapötlete 2018-ban a szervezőknek. Nagyon-nagyon jónak tartottuk volna már akkor is azt, hogy kicsit ők is följöjjenek, kimozduljanak, és magukénak érezzék ugyanúgy a Kishegyet, ahogy mi, akik itt dolgozunk, vagyunk. És igen, túlnőtte magát annyira, hogy most már az ország szinte összes részéről jön vendég, és várják, és tényleg szeretik. A kezdeményezés nem csak a Szőlőhegyen lévő borászokat, de a helyi és környékbeli vállalkozásokat is megmozgatta. Lettek ebben társaink, helyi vállalkozók jöttek, akik úgy gondolták, hogy ebben részt vennének, és aztán mivel eléggé felkapott lett már az első alkalommal ez a rendezvény, így gondoltuk ki azt, hogy akkor legyen egy murci is, ami egy őszi rendezvényünk. A Covid kicsit közbeszólt itt az évek során, úgyhogy ez most a 3. Kortyok és Falatok 2018 óta. A szervezők több ezer emberre számítanak szombaton, a vendéglátók pedig az incsiklandó húsos ételek mellett a vegetáriánusokra is gondoltak az idén. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Zajlanak az egyeztetések, a tudásközpont berendezése az önkormányzat feladata.
Részegen vezetett, a leszakadt lökhárító maradt a rendszámtábla buktatta le a sofőrt. Sokadszor bukott le, egymás után háromszor kapták ittas vezetésen a férfit. Bejutott a Nemzetközi Diák Olimpiára egy bonyhádi tanuló, angol nyelven kell számot adni a tudásáról. Pénteken erősen felhős borongós idő várható, délelőtt kisebb esővel, délután este zivatarokkal, de mindemellett akár 18-19 fokig is felmelegedhet a hőmérséklet. Éjszaka megszűnik az eső, felszakadozik a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!